Itt Ajkán is, és a választókerület több település sokszor felmerült már az a kérdés, hogy miért védettek a varjak, és miért nem lehet írtani őket, mert túlságosan elszaporodtak. Amikor én miniszter úrnak ezt a kérdést tettem föl, akkor ő volt annyira kedves, és azt mondta, hogy nagyon szívesen eljön, és elmondja, hogy mi a helyzet a varjakkal, illetve hogyan lehet őket szaporítani a jövőben, hogy miért ő fórumot tudjuk tartani. A városban sokakat érintő probléma a varjak elszaporodása miatt tartott lakossági fórumot Nagy István agrárminiszter, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a térség országgyűlési képviselőjének meghívására. A január 17-én tartott rendezvényre a Nagy László Városi Művelődési Központ kiállító termében került sor, melyre a környező települések polgármesterei is eljöttek, hiszen a varjak betelepedése lakóterületeinkre nem csak Ajkaváros problémája. Lakossági fórum itt volt Ajkán egyedül, és talán itt kulminál ez a probléma igazából, és ezért is volt az, hogy ennyien eljöttek, és hogy tudtunk beszélni arról, hogy milyen megoldásokat lehet tenni, mit tesz lehetővé a jog, és mit tesz lehetővé a gyakorlat. Nagyon érdekes volt az, hogy mennyi javaslat merült föl, és hogy tudtunk arra az elhatározásra jutni, hogy igen, indítunk egy olyan áttelepítési élőhely mentési programot, amely lehetővé teszi azt, hogy az ajkaiak megszabaduljanak a varjútól, de a varjú pedig egy új élethelyet találjon ott, ahol valóban be tudja tölteni azt a természetvédelemben nagyon fontos szerepét, amiért védett ez a faj. A fórumon Nagy István agrárminiszter tájékoztatója után a jelenlévők is feltehették kérdéseiket, elmondhatták véleményüket. Természetesen az emberek a mindennapi életükből, mindennapi bosszúságaikból és tapasztalataikból is merítkezve jön, és bizony érdekes volt eljutni onnan, hogy azonnal lőjék ki az összeset, attól, hogy na, akkor próbáljuk meg, és legyen ez az áttelepítési program. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy sikerült együtt gondolkodni, és azt is nagyon remélem, hogy sikerül egy közös cselekvésre bírni az itt élőket annak reményében, hogy valóban tudjuk gyéríteni és tudjuk áttelepíteni ezeket a varjukat. Milyen hangulata volt ennek a lakossági fórumnak? Hogy érezte magát? Én nagyon jól éreztem magamat, hiszen megszoktam, hogy estéről estére fórumokra megyek. Igaz, hogy a gazda fórumok, és ez egy egészen más jellegű dolog volt, de egy nagyon konstruktív, nagyon együttműködő hangulat volt, és nagyon örülök annak, hogy bizakodással és reménnyel teli tudtam elengedni az embereket, abban bízva, hogy valóban ez a kérdés megoldódhat, és hogyha legközelebb jövök Ajkára bármilyen más rendezvényre, akkor ez már csak egy múló emlék legyen, hogy sztorizzunk róla, hogy emlékszel-e, amikor varjú probléma volt Ajkán. Sajnos a varjak által okozott probléma valóban hosszú évek óta a probléma itt a városban. Miniszter úr, hogy látja, hogy mikor kezdődhetnek majd el az első valós lépések ennek a problémának a felszámolására? Ez nyilván nagyon fontos az, hogy a költési szezon előtt kell megindulnunk ezzel a feladattal. Tehát én azt remélem, hogy itt jövő héten már a természetvédelmi szakemberekkel le tudunk ülni, tudunk egyeztetni, ők fölmérik ezt a helyzetet, és az első adandó alkalommal, amikor a biológia azt kívánja, hogy tehát a madarak elkezdenének a fészken a tojásokat rakni, ott már előtte meg kell akadályozni, hogy egyáltalán ne legyen fészke ezeknek a madaraknak, essenek a madarak pánikba, keressék a fészkelő helyet, de itt Ajkán ne találják meg. Polgármester úr, hogy látja, hogy milyen gyakorlati megoldásokkal érkezett ma ide a miniszter úr? Hát azokat a megoldásokat, amit a miniszter úr javasolt, azokat mi már kipróbáltuk, az egyik sem vezetett eredményre. Úgyhogy én most úgy vagyok vele, hogy miniszter úr elmondta az elméletet, mi meg a gyakorlatot mondjuk el, hogy mi ezt 8 éve csináljuk, ez abszolút nem vezetett eredményre. Úgyhogy ezzel a részével sajnos nem tudok egyetérteni. Polgármester úr, milyen megoldásokat lát a varjak által okozott problémának a megszüntetésére, illetve eddig milyen lépéseket tettek? Tehát mindazt kipróbáltuk, amit itt a miniszter úr is elsorolt, a fészek lebontásokat, a facsonkításokat, a vízzel való fészek eltávolítást, a durranó eszközökkel történő riasztást, a művarjak kihelyezését és olyan állatfajok telepítését, ami elriasztja,
Tehát a baglyok, azok elriasztják, ezeket mind kipróbáltuk, sólyommal is próbálkoztunk, de nem vezettek eredményre. Tehát ez a módszer szerintem nem használható. Én azt javasoltam a miniszter úrnak, hogy amit a környező országokban egyébként csinálnak, hát azt mi miért nem csináljuk? Nevezetesen az, hogy gyéríteni kell a varjú állományt, mint ahogy a 70-es években itt ez meg is történt, hogy hát tulajdonképpen lőtték, de nem ilyen vondal módszerek, hogy mindegyiket lelövünk, hanem néhány varjú tetem keletkezett, a többiek okos állat révén meg eltávoztak. Aztán néhány szóval megismételtek, és nem jöttek vissza. Hát most ezt nem alkalmazzák, ezt a módszert, úgyhogy én azt kértem, hogy kísérletképpen Ajkát jelöljék ki egy ilyen helyszínnek, és be fogunk számolni arról, hogy ez hogy tud működni. A varjú, mint tudjuk, védett madár. Mégis milyen lehetőség van arra, hogy ezeket a madarakat, ahogy polgármester úr is mondja, a számokat lehessen ritkítani? Tehát úgy van itt egy félreértés. Tehát a varjú az egy védett madár, de az Európai Uniónak van egy irányelve, ami azt mondja, hogy a védett madarat is lehet gyéríteni, amennyiben az a fajta ott állandó lakosnak számít, és felsorolja ezeket az országokat, hogy hol lehet vadásztatni a varjakat. És Magyarország rajta van ezen a listán, Magyarországon engedélyezni lehet a varjuk gyérítését. Hát a magyar kormánynak, vagy a természetvédő hatóságnak. Hát ennek a rendelkezésnek a példányát átadtam a miniszter úrnak, hogy tanulmányozza, legyen szíves, lehet ezt engedélyezni, csak merni is kell tudni. A városvezetéssel is fognak majd egyeztetni várhatóan? Természetesen, polgármester úr most is itt volt, egészen konstruktívan hozzá is szólt, javaslatot tett az itt élők számára, és én nagyon remélem, hogy polgármester úr együtt, és az itt élőkkel együtt, akaratuk ellenére nem lehet megcsinálni igazából semmit. Az itt élőkkel együtt, ha ezt közösen akarjuk, akkor ez megoldható. Ahogy a fórumon is elhangzott, bármelyik módszert is alkalmazzák majd a varjak számának csökkentésére, azt záros határidőn belül el kell kezdeni, hogy egyáltalán eredménye lehessen.